Vasárnap este 7 órakor a kampány csend lezárultával felcsendült a zene Sátoraljaújhely rendezvény terén, ugyanis a helyi Fidesz csoport rendhagyó módon eredményváró partit tartott a város központjában a 37-es és a Hangár zenekar közreműködésével. A zeneszámok közben folyamatosan ismertették a választás részeredményeit, majd 9 órára nyilvánvalóvá vált a polgármester és az önkormányzati képviselő választás eredménye. Sátoraljaújhelyben 100%-os győzelmet arattak a Fidesz jelöltjei. Így ekkor már színpadra is szólították az újonnan megválasztott önkormányzati képviselőket. Az 1-es választókerületnél Szabó Lajosnét, a 2-esnél Szőnyi Istvánt, a 3-as kerület képviselőjét Lukács Tamást, a 4-esét Dankó Dénest, az 5-esét Schweitzer Tamást, a 6-osét Kracson Norbertet, a 7-esét Palic Istvánt és a 8-as számú választókerület képviselőit Csernei Ferencnét. Végül Sátoraljaújhely régi és új polgármesterét, Szamos Völgyi Pétert. Kedves sátoraljaújhelyek! Először is engedjék meg, hogy megköszönjem azt a segítséget, azt a támogatást, azt a bizalmat, amit immár egymás után negyedszer, illetve a győzelmeket figyelembe véve, a nagy arányú győzelmeket figyelembe véve másodszor kaptunk meg. A köszönet nyilvánítás után Szamos Völgyi Péter már azokról a feladatokról beszélt, melyek előtte és a képviselők előtt állnak. Ott folytatjuk, ahol pénteken abba hagytuk. Folyamatban lévő beruházások, folyamatban lévő pályázatok, megyünk tovább lehajtott fejjel előre, addig, ameddig el nem érjük, amit mondtunk, hogy mindenki úgy érezze, hogy az álmai Sátoraljaújhelyben megvalósulnak. Akinek nincs munkája, annak legyen, akinek nincs háza, nincs lakása, annak legyen, aki több gyereket szeretne vállalni, megérje, és hogy fiatalok visszajöjjenek a városba. Dankó Dénes, aki 4 éven keresztül alpolgármesterként dolgozott Sátoraljaújhely önkormányzatában, az október 3-ai helyhatósági választáson elsöprő győzelmet aratott a 4-es számú egyéni választókerületben. A Fidesz önkormányzati képviselője is első szavaival azon választópolgároknak mondott köszönetet, akik az urnák elé járultak, hogy leadják voksaikat. Elsősorban azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik engem támogattak a szavazataikkal, mert 4 évvel ezelőtt zöldfülűként kerültem a képviselőtestületbe, és igyekeztem minden tudásommal a városközpont javát szolgálni, és ez számomra most egy megerősítés, hogy az a munka, amit végeztem, arra jó osztályzatot kaptam a választópolgároktól. Nagyon szépen köszönöm nekik, hogy támogattak, és ígérem, hogy a jövőben, az elkövetkező 4 évben hasonlóképpen igyekszem mindent megtenni azért, hogy a városközpont érdekeit szolgálhassam. Örömmel várom az észrevételeiket, ha van ilyen természetesen a jogos kritikáikat is, hiszen ezekből tanul igazán az ember. Én büszke vagyok arra, hogy Sátoraljaújhelyen ilyen eredmény született, hogy polgármester úr egy elsőprő 80% fölötti eredménnyel nyert. Nagyon örülök neki, hogy ő lehet továbbra is a csapatkapitányunk, és bizony az, hogy rajtam kívül még 7 fideszes képviselője fog ülni a újhelyi testületben.